Csicsergés töri meg a csendet az erdőben, ehhez a kihelyezett madáretetőhöz sorban érkeznek a madarak kora reggel. A zöld tanya különösen kedvelt hely számukra, mert itt biztosan találnak élelmet. Többek között a napraforgó mag és az alma is megfelelő táplálékuk lehet. Ugye ezek a kihelyezett táplálékok azért egy biztos táplálékforrást biztosítanak nekik, úgyhogy ezt nagyon sokan végzik ezt a tevékenységet, mi is azért, mint a Sóstól környezetében két erdei hetetőt is működtetünk de az első fagyok beáltával már elkezdjük őket feltölteni. Hiszen lényeges, hogy a hideg idő beáltától az etetést ne csak szakaszosan, hanem folyamatosan végezzük. A mi éghajlatunkon november közepétől már tapasztalhatjuk a talajmenti fagyokat. Ha ebben az időszakban elkezdjük a madarakat etetni, akkor fontos, hogy ezt a tevékenységet március végéig legalább végezzük. Addig ugyanis a fagyott föld miatt nehezebben találnak élelmet maguknak, de az ivóvízhez jutásuk sem könnyű a mínuszokban. Érdemes langyos vizet önteni általában egy, azt szoktam mondani, egy sima ilyen növényalátét is, egy ilyen, egy ilyen balkonalátét is megfelelő. Arra kell figyelni, hogy ne fagyjon be ilyen gyorsan azért az a víz, és alapvetően ugye ezt is megállják a madarak, már ilyenkor azért az összes erdőben található természetesítató, akár odvakban, vagy tényleg akár egy tónak a part szélén, patak szélén, tehát nem mindig tudnak visszajutni, mert ugye ezek befagynak ezek a vízforrások. A szakember ugyanakkor hozzátette, a vízi madarak teljesen más kategóriába tartoznak, őket semmiképpen ne etessük. A csónakázótó partján és a befagyott tavon vadkacsák jelenléte nyújt szemed gyönyörködtető látványt. Ám a vízi madarak etetése nem csak felesleges, de tömegesen sodorhatja veszélybe az állatokat. Etetésük az énekes madarakéval szemben több bogból is problémát jelent, főleg ha kenyérrel és más emberi táplálékkal etetjük őket. Ez ugyanis megbetegíti a madarakat, szennyezi a környezetet és ronthatja a víz minőségét is.